Üdvözlök mindenkit! A mai óránk anyaga az első szer felkelés, ahogy látjátok is. Az előző órán igazából a belgrádi Pasalik területén élő szerbek helyzetével foglalkoztunk, és láttuk azt, hogy bizonyos időszakban ez igen nagy változáson ment keresztül, ez mind az első szer felkelés előzményének tekinthető. Maga a felkelés gyakran a forradalom elnevezéssel is illetik manapság. Egy egész hosszú időszakot ölelt fel 1804 és 1813 között. Mi ennek az időszaknak az első részét, a kezdeti szakaszát fogjuk a mai órán áttekinteni. Akinek tankönyv áll rendelkezésére, az a 128-129. Oldalon megtalálja ezt a tananyagot írásos formában is. Egy picit tekintsünk vissza csak az előző óra tananyagára, egy kis ismétlés erejéig. Igazából, ahogy már az előbb is mondottam, mi láttuk azt, hogy a belgrádi Pasalik területén 1791-től kezdve, tehát a Svistovi békét követően a szerb lakosság igen jó helyzetbe került, egy bizonyos területi autonómiával rendelkeztek, és igencsak fejlődött a kereskedelem. És ez a jó élet, egy viszonylag kedvező élet, ez hirtelen ugye köddé vált, amikor a dáhik, vagyis a janicsár vezetők visszatértek belgrádi Pasalik területére, és ez magával hozta azt, hogy a szerbek természetesen a kedvezményeiket mind elveszítették, és hirtelen nagyon sanyargatott helyzetbe kerültek, ami ellenük szerveződni kezdtek, erre is biztos még emlékeztek, és amikor a szerveződésük kiderült, akkor a dáhik, a kenézek lemészállásával reagáltak rá, tehát ugye biztos emlékeztek, még összegyűjtötték a legismertebb szerb vezetőket, és őket lemészárolták. Azt is mondtuk, hogy a törökök abban bíztak, hogy a kenézek lemészállásával igazából majd a szerbek feladják a lázadó szándékukat, de ehelyett pontosan az ellenkezőjét érték el vele, csak a folyamat felgyorsult, és igazából mi már ma úgy tekintünk a kenézek lemészállására, mint arra az eseményre, amely az ürügyet jelentette a felkelés megkezdésére, vagyis ez volt az utolsó csepp a pohárban. Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepét, hát remélem, hogy mindannyian jól ismeritek, hiszen a katolikus egyház is ünnepli, ez egy igen jelentős keresztény ünnep februárban. 1804-ben, ezen a napon, Gyertyaszentelő boldogasszony napján, ami a szerb, a pravoszláv liturgiában a Sretenje elnevezést kapta, sor került egy gyűlésre. A dátumot egy kicsit csak még magyarázzuk, ugye el tudunk ezen is gondolkodni, miért lehetséges az, hogy 1804-ben Gyertyaszentelő boldogasszony február 2-ára esett, ma pedig állításom szerint ez már 15-e, szerintem a többségetek tudja is erre a választ, hiszen két különböző naptárról beszélünk, amikor ezeket a dátumokat meghatározzuk. 1804-ben még Szerbiában, illetve a török birodalom területén a keresztény térségeket értek ez alatt. Még a Julianus naptár volt hivatalos, viszont ma már a Gergely naptár szerint datáljuk ezeket az eseményeket, és ezért ma már február 15-e Sretenje, vagyis Gyertyaszentelő boldogasszony napja. Visszatérve 1804-hez, ezen a napon Orásácon tartottak egy gyűlést, egy nagy összejövetelt, ahova az összes náhi vezető és a legjelentősebb szerb előkelőket elhívták, és itt meghozták azt a döntést, miszerint megindítanak egy felkelést a törökök ellen, és ezen a gyűlésen Györgye Petrovicsot, kiről már a múlt órán is beszéltünk, a
úgy hiszem, hogy mindannyian jól ismeritek, közismertebb nevén, a Kara Gyorgye néven, tették meg a felkelés vezetőjévé. Kara Gyorgye, igazából a Kara az törökül ugye feketét jelent, tehát Fekete György, ilyen jelzővel, ilyen becenéven ismerték akkoriban. Most ez a fekete jelző, ez egyrészt utalhatott a kinézetére, és egy nagyon sötét hajú, sötét bőrű, sötét szemű férfiról volt szó, illetve láttuk azt, hogy a természete is elég sötét volt, hiszen a családon belüli gyilkosságtól sem riadt vissza. Ez a festmény ezt a pillanatot örökíti meg, ahogy Kara Gyorgyét megválasztották vezetővé, tehát ez a vost, ez a felkelés vezetőjét jelenti. És érdekességként el lehet mondani, hogy igazából nem neki ajánlották fel legelőször a vezetői tisztet, hanem az előzőeknek felajánlott tisztség, ők azt nem fogadták el, visszautasították, és így hát maradt Kara Gyorgye, és ő elvállalta ezt a vezéri feladatot. Illetve a másik, amire még rámutatnék, hogy ez a festmény, ugye látjátok, hogy Veljko Stanojevics munkája, Veljko Stanojevics pedig annak az Alekszandr Nádovicsnak a leszármazotta volt, akit ugye a kenézek lemészállása során szintén a törökök megölték. Amikor itt Orasácon meghozták a döntést, hogy megindítják a felkelést, akkor ezt fontos letisztáznunk, hogy 1804-ben csak egy dáhik elleni lázadásként indult. Tehát nem azért fogtak fegyvert a szerbek, hogy majd itt függetlenséget, meg teljes szabadságot elérjék, hanem ők csak szerették volna visszakapni azokat a bizonyos előnyjogokat, amelyeket a 18. század végén birtokoltak a belgrádi basarik területén, és más céljuk első pillanatban nem is volt, csak ennek az önkormányzatnak a visszaállítása. A dáhik rögtön menekülőre fogták a dolgot, tehát nagyon gyorsan terjedt a felkelésnek a szellemisége, minden náhiban rögtön gyülekeztek a szerb csapatok, ugye a szerb családoknál ez tradicionális, hogy fegyver az mindig van otthon, így ebben nem volt hiány, tehát rögtön fegyverforgató csapatok alakultak mindenütt a belgrádi pasarik területén, úgyhogy a dáhik jobbnak látták, hogyha inkább elhagyják a térséget, és majd segítséget térnek vissza, hát ez nem sikerül nekik, ugyanis a szerbek üldözőbe vették őket, és le is gyilkolták a janicsár vezetőket. Na most ez lesz egy kulcs momentuma végül is az esemény sorozatnak, hiszen ebben a pillanatban az oszmán vezetés, a porta hajlott volna arra, hogy megadja a szerbek számára azt a bizonyos önkormányzatot, amivel rendelkeztek, viszont a szerbek egy lépéssel tovább léptek, azt mondták, hogy ők hát ugye bizalomhiányosak ebben a pillanatban, és valamilyen külföldi keresztény nagyhatalom kellene, hogy garantálja a szerbek önkormányzatát az oszmán birodalmon belül, és ugye természetesen az volt, hogy vagy Ausztria nyújtsa ezt a garanciát, vagy Oroszország. No már most az oszmán birodalom ebben a pillanatban erre nem volt hajlandó, és éppen ezért úgy döntöttek, hogy egyezkedés, tárgyalás helyett inkább nagyobb katonai erőket vezényelnek a szerbek ellen, vagyis gyakorlatilag 1804 végétől, 1805-től ez a bizonyos felkelés már tényleg egy forradalommal nőtte ki magát a szerbek részéről, vagyis egy szabadságharcot kezdenek a törökökkel szemben. Ami eleinte nagyon is sikeres volt számukra, 1805-ben egy létszámban jóval nagyobb, és tüzérségileg is jóval erősebb
oszmán török haderőt sikerült nekik 1805-ben Iván Kovácsnál teljes mértékig megsemmisíteniük. A helyi, tehát az Iván Kovácsi Történelmi Múzeumban láthatóak ezek a kiállított darabok. Ez egy korabeli öltözet volt, tehát a szerb katonáknak valószínűleg, hogy ilyen öltözetük volt általánosságban, illetve ezeket a fegyvereket használták az Iván Kovácsi csata során. A következő év az még nagyobb szerb győzelmeket hozott. 1806-ban Misárnál vívnak egy nagy összecsapást a szerbek és a törökök, és a szakértők, az elemzők azt mondják, hogy a Rigómezei, vagyis a Koszovó-Poljei csata óta, tehát 1389 óta ez a Misári csata volt a legnagyobb összecsapás a szerbek és a törökök között, és itt is a szerbek végül is győzelmet aratnak. A múlt óra végén feltettem egy kérdést, ami ugye úgy hangzott, hogy a kenézek lemészállásakor ki volt a francia uralkodó, és erre nagyon ügyesen mindannyian választ is adtatok, miszerint Napóleon volt ekkor már a francia állam élén. Na most, amikor a szerbek elkezdtek puhatolózni külföldön, hogy melyik nagyhatalom támogatná őket, vagy nyújtana garanciát, úgymond az önkormányzatuk biztosítására, akkor nem csak Ausztriába, illetve Oroszországba küldtek követségeket, hanem Franciaországba is, Napóleonhoz. Tehát még Napóleontól is kértek segítséget, viszont ő ezt nagyon ridegen elutasította, sőt, francia tüzéreket és francia támogatást küldött az oszmán törökökhöz, hogy segítse a török csapatokat a szerbekkel szemben, úgyhogy a Misári csatában is részt vettek a francia katonák, akik szintén elestek ebben az ütközetben. Ugyanebben az évben, időben nincs nagy különbség a két csata között, megtörténik egy másik ponton, tehát a déli határoknál, Deligrádnál egy újabb összecsapás, amely megint fantasztikus szerb győzelmet hozott. Tudom, szervnyelv hiánya az mindig problémát okozhat. Aki mégis úgy érzi, hogy megnézni ezt a rövid kis animált filmet, úgymond a deligrádi csatáról, a helyszínéről, hogy hol zajlanak az összecsapások, milyen hadmozdulatok történtek, akkor tegye ezt meg, tehát sok benne a kép. Van angol felirat is a videóhoz, tehát hogyha éppen szerbül nem értitek, akkor esetleg angolul is ezt lehet követni. Szerintem érdekes és érdemes megnézni, de nem kötelezek senkit, tehát megértem azt, hogyha nem fogjátok ezt megtenni, csak ha mégis próbáljátok úgymond a tudásotokat egy kicsit kiszélesíteni. Ha valahol úgy érezhetnénk, hogy itt 1806 vége, 1807 eleje, úgymond a szerfelkelés első nagy csúcspontja lesz, hiszen katonai sikereket halmoznak egymás után. Belgrádot és Ostrom alá vették, és 1807. januárjára sikerül úgymond a várost, hát idézőjelbe tettem, felszabadítani, tehát a törököket elüldözték a városból, és ettől kezdve majd az új szerb állam fővárosa is lesz, amíg ugye az első szerfelkelés sikeresen tartja magát. Na most természetesen a törökök is elgondolkodtak a szerb sikerek hallatán, és újra mérlegelni kezdték annak lehetőségét, hogy esetleg kiegyezzenek a szerbekkel, és hogy valamilyen kompromisszumos megoldást találjanak. Ezek a tárgyalások már 1806-ban megkezdődtek, még a Misár és a deligrádi győzelmek előtt.
A szerbek részéről Petar Icskót küldték a török udvarba, mégpedig a kormányzó tanács megbízásából indult el ő, hogy a tárgyalásokat lefolytassa. Most ragadnám meg az alkalmat, hogy megmagyarázzam ezt a fogalmat, hogy mi is ez a kormányzó tanács. Ugye abban a korban, abban az időben ezt a bizonyos politikai szervet úgy hívták, hogy Pravitelstvo Juščí Szovjet, és a szovjetet minden egyes náhiból egy-egy küldött képezte, tehát ahány náhi, annyi képviselő, annyi személy alkotta ezt a bizonyos kormányzó tanácsot, és Karagyorgye mellett a legfontosabb államhatalmi szerv volt ez az akkori Szerbiában, tehát ők hozták meg a legfőbb rendeleteket, ők irányították a felszabadult Szerbiát, és most ugye úgy látták jónak, hogy Petar Icsko menjen el, és 4 pontban fogalmazták meg a követeléseiket, amely alapján hajlandóak lettek volna egy békét aláírni a törökökkel. A legfontosabb az ugye az volt, hogy egyetlen egy összegben kifizetendő adót kell, hogy a porta megszabjon, ezt az adót majd egy személy eljön és átveszi, de gyakorlatilag Szerbia területét meg kell tisztítani ahogy ők megfogalmazták, gonosz törököktől, tehát itt csak jó emberek, jó törökök maradhattak volna. Na most ezek a béketárgyalások természetesen akkoriban sokkal lassabban folytak, tehát először Icskó elment, akkor ott az oszmán török vezetés gondolkodott, elfogadja, ne fogadja, közben megszülettek a szerb győzelmek, akkor a törökök úgy gondolták, hogy hú, jaj, de jó, akkor mégis írjuk alá ezt a bizonyos békét. Petar Icskó alá is írja, úgymond a kormányzó tanács nevében, de haza kell, hogy térjen, hogy majd ezt a szerb kormány is úgymond elfogadja, aláírásukkal szentesítsék. Viszont közben nagy változás történik. Úgyhogy Icskó békéjeként elhíresült dokumentum az igazából sosem lépett életbe, hiszen Oroszország közben rávette a szervezetést, hogy utasítsák vissza a békefeltételeket, és hajlandóak lesznek katonailag segíteni a szerbeket a törökökkel szemben, vagyis Oroszország hadat üzen Törökországnak. Nos, ez lesz majd a felkelés második szakasza, amelyről a következő órán fogunk beszélni, és természetesen megint majd Napóleon neve is szóba kerül. Amiről még nagyon röviden szólanék, és az ő személyéről is olvashattok a tankönyvben, ő Mateja Nenadovics esperes volt, akkor egyik igen művelt személye, aki maga is 1804-1805 folyamán Oroszországban járt, ő vezette a szerb küldöttséget, tehát nagyon-nagyon sokat tárgyalt külföldi udvarokkal, ő lesz úgymond a kormányzó tanácsnak az elnöke is, ennek a Pravitelstvo Juščí Szovjetnek az elnöke, amíg a felkelés sikeres. És ahogy a képen láthatjátok, ami egy nagyon lényeges dolog, hogy emlékiratait is kiadja, illetve kiadta, amely egy nagyon fontos írott forrása ennek a korszaknak. A felkelés végül is így előzetesként már elmondhatom, hogy 1813-ban elbukik, viszont Mateja Nenadovics nem hagyta annyiban a dolgot, és 1815-ben egy európai fővárosba utazik, ahol éppen kongresszus tartottak, és itt azon ügyködött, azon fáradozott, hogy rávegye az európai nagyhatalmi vezetőket, tehát a jelenlévő miniszterelnököket, kancellárakat, hogy támogassák Szerbiát, illetve a szerb ügyet a törökökkel szemben. És így óra végére egyetlen egy kérdést tennék még fel. Ezt a kérdést most már
Ha befejezted a videót, akkor láthatod is a Classroom felületén, és kérlek, hogy oda add le a válaszod, hol tartották ezt a kongresszust 1815-ben. Tehát hol volt, melyik európai fővárosban került sor erre a bizonyos kongresszusra. Remélem, hogy a tananyag az érthető volt. A vázlatpontokat írjátok át a füzetbe, és akkor a következő órán befejezzük az első szerb felkelésnek a tanulmányozását. Ha kérdésetek van, akkor nyugodtan a Classroom felületén is, vagy privát messengerben is bármikor írhattok, reagálni fogok rá. Köszönöm szépen, és további szép napot kívánok mindenkinek, viszont látásra, viszont hallásra.